Köszöntöm a Spacebridge nézőit! Ebben a videómban Snarát fogom bemutatni, aki a legkülönlegesebb képessége rendelkezik a dinobotok közül. Hogy mi ez a képesség, azt majd a videó végén megtudjátok. Most először nézzük a dobozát, és hogy milyen volt ő annak idején a képregényben. Nos, itt is lenne neki a doboza. Hozza a szokásos PlanetX-es dizájnt. Azt mondom, hogy jól néz ki, még ez még mindig nagyon. Rajta a PlanetX-nek a logója, illetve a neve vagy PlanetX a figurának a fantázia neve, ami Sumanus, ha jól ejtem ki. De hát mi mindannyian tudjuk, hogy ő Snaral, vagy Acsargú, ahogy tetszik. A oldalán ez a kép fogad minket. Plusz. Hátul meg ez az igen klassz ö, kép magáról, a figuráról, egy kicsit játszva a fényjel, ugyanabban a dizájnban, mint a már, amit a, bemutattam nektek salaknál, illetve ö, a a többi dinobotnál. Tehát egy kezébe a fegyvere, hős póz, egy ilyen Cybertroni bázis. Ez az oldal a tükörképe a másik oldalnak. Még annyi, hogy itt maga a karakternek a melkasát látjuk a háttérbe. Lényegében legalábbis azt a dizájnt. Fölülről ezt mutatja. És alulról pedig ezt. Nos. A doboz azt tartalmazta továbbá, még ezt a műanyag keretet, ami megakadályozza igazából, hogy csúszkáljon a figura a dobozba, amit így kell nézni. Ehhez tartozott kettő darab puska, ami ugyanolyan, illetve kettő darab kard, ez már a Planet x jellemző, hogy minden fegyverből kettőt adnak, még ez nem baj, mert ha esetleg eltörik, vagy eltűnik valamelyik, vagy valami van belük, vagy csak két karddal akarjuk felszerelni, akkor van lehetőség. Én azt mondom, hogy egy dinobot, egy kard, és fup esetében persze más a helyzet, neki két kardja van. De oda nem adtak külön lőfegyvert a hátrakétágon kívül. Tehát ez így nézett ki. A fegyvereket majd átnézzük, vagy megnézzük pontosabban. És akkor még volt benne egy ilyen kis nájlomba, ezek a kis fekete műanyagpöttyök, amivel elvileg a figurának azon részeit lehet kitölteni, ahol a csavarokat el akarjuk takarni. De ezt nem éreztem igazából szükségesnek, mert szerintem úgyis elég jól néznek ki. Jó, tartalmazta még ezen kívül a figurának az átalakítási útmutatója. Hát ez mondjuk nem, nem, nagyon, hogy is mondjam nektek, nem erőltették meg magukat, tehát elég picike kis képeken ábrázolják, és én azt hiszem, hogy a Planet X es dinobotok közül őt talán a legnehezebb átalakítani. Úgyhogy ez lehetett volna nagyobb is, kicsit megerőltethették volna magukat. Na de mindegy, és még adták hozzá ezt a kis karakterkártyát, amin ugyanaz a kép van lényegében a karakterről, mint a doboz hátulján. Ezzel is lehet játszani igazából rajta a karakter adatai, intelligencia, speed, stb. Tehát, de klassz, hogy adják hozzá. Én nekem már hiányzik a házbrós figuráknál, hogy ezt nem adják. De a házbró valamiért nem, nem akarja adni, hát ez végül az ő döntésük. Nos, hogyha a csargónak a karakter jellemzését, bemutatóját akarjátok megtalálni a 90-es évekbeli képregénybe, akkor a 19. számot kell megszerezzétek, hogy elővegyétek, és ennek a közepén található az ő karakter jellemzése és ezt igazából sose értettem, és most se értem, hogy ezt miért nem színezték ki ezt az oldalt. Tehát valamiért az ő képét meghagyták ilyen fekete-fehérre, lehet, hogy arra gondoltak, hogy majd én ki fogom színezni, hát a fenéket nem dolgozok helyettetek, tehát én ezt így hagytam, de a lényeg az, hogy egy jó kép van magáról a karakterről, illetve az altmódjáról. Hát a többi jellemzés, ami már található a képregénybe, az látjátok, hogy az, az, rendesen ki lett színezve. Ez klassz ez a rajz mondjuk. Ügyes volt ez a srác. Nos, ennyit akkor úgy gondolom a képregényről, és még egy dologra visszatérve a dobozra, a belsőjébe volt ez a keret, ami végül is egy dioráma lehet akár a figurának, ugye itt megint a karakter dizájnával, a díszítésével láthatjuk itt is rajta a Planet X es logó, a fain be lehet rakni mögé, mondjuk kicsit sok helyet foglal el a polcon, tehát ez már azt mondom, ha egymás mellé rakom a 5 vagy 6 dobozt, akkor igazából uh, már szinte egy egész polcot peterítenének csak a dobozok. Nos, ennyit a dobozról, ennyit a képregényekről. Akkor most nyissuk az űrhidat, hogy üljessen végre a Cybertron és Tegusaurus a csargó. És itt is van dinomódban, tojhexes matricákkal díszítve. Nézzük is meg alaposabban. Vagy ha hogyha úgy jobban tetszik, akkor vizsgáljuk meg. Öh, hát szerintem nagyon klassz lett. Tehát ami elsőre látszik rajta, a színvilág, bár én elfogult vagyok a dinobotokkal, lehet, hogy azért mondom a hogy, hogy nagyon klassz lett, de anatomiaileg nézve szerintem teljesen tökéletes. Tehát erről is ugyanúgy, mint ahogy mondtam Salaknál is, el tudnám hinni, hogy ő, ő képes rohanni, képes szaladni, nem túl hosszú a lábai, nem túl rövidek, a farka is kellőképpen nem olyan kis csapot, mint mondjuk a G1-es esetében, bár azt inkább ne bántsuk. Ö tehát a hátán ezek a nagy tarajtüskék is abszolút olyan hitelesek. Szóval, klasz lett. Átúról ezt mutatja a figura. Itt látjátok, látható neki is ilyen kisebb hajtóművek, ami megint csak a gyors közlekedést segíti elő, ugye a Cybertron játékban. Uh, általában, hogyha megnyomtuk velük a gázgombot, ami az autóknál ugye a gázgomb volt, akkor ők nekik valami lángcsóval kicsapott a hátukból, a hajtóművükből is, akkor hogy úgy szágoldottak a játékba ezek a karakterek. Nos, hát a uh, Toy Hexről ne feledkezzünk el, tehát ugye ezt is szépen megdíszítettem, hára a Toy Hagsnek. ugye megint csak ezek a lámpák, uh, ami érdekes, hogy ide nem nem csináltak erre a kettő koszkába, ide piciket igen, de ide valamiért ezt így kihagyták, itt igen, a gömbrészeknél megint csak megvannak ezek a klassz ledes lámpa hatást keltő effektek, illetve a mensű lábainál is, amint látjátok, itt egy ilyen kör, itt is és itt is, esetleg ha itt nem mutattam volna, akkor látjátok, hogy itt még belül is abszolút igényes volt a toyhex, kiavította esetlegesen azokat a hibákat, amiket a Planet elkövetett. Másik oldalt ugye ugyanígy megvan. Ez a kis fényhatás effekt. Maga a figurának a feje nagyon jó lett. Látjátok, hogy megvannak neki a kis fogai. Kellőképpen hegyesek, kellőképpen recések. És ide kapott még egy Toyhex-es autóbot szimbólumot, ami a Fall of Cybertont idézi. Hát lehet, hogy nem a legtökéletesebben ragasztottam fel, kicsit közelebb kellett volna egymáshoz őket, csak az a helyzet, ha az ember ezt már ráragassza, akkor nagyon nehéz leszedni, úgyhogy utána az még szép is maradjon, egybe is maradjon. De annyira gáz nem lett, én úgy gondolom. Ö, hát mozgathatóság szempontjából, illetve még talán a színezéséről ejtenék egy szót, hogy ezt a klasszikus g 1 színvilágot idézi, és vannak benne ilyen kisebb kristály effektek. a szeme is maga az lenne neki, és világítana is, ugye, hogyha nem ragasztom ide ezt a jelet. Tehát színezésre a titánszürke, a piros és a, ez a mustársárga, vagy arany, de ez mustársárga dominál, én úgy gondolom. Ami nem gáz, mert igazából a G1-es színvilágot idézi, ezt szerencsére a játék készítői tiszteletbe tartották, és a Planet is tiszteletbe tartották. Tehát mozgathatóság szempontjából a farkát neki se lehet sajnos mozgatni, az így van fixem, mint a korábbi másik kettő négy lábú dinoszaurusznál, akit bemutattam. A fejét, hát nagyon minimálisan, ezt nem, ezt nem nevezném mozgathatóságnak, a száját az be lehet neki csukni, az fain, illetve hogyha van hozzá a körmünk, akkor ki lehet nyitni ennyire. Föl ennyit enged, lefele ennyit enged, jobbra-balra nem, adamás sem ennyit nem enged. Na most, hát sajnos a figurának van egy alapvető nagy hibája, ami miatt azt mondom, hogy az, aki esetleg játékra akarná venni, én óvaintem tőle, ez a gömbcsukló rész. Tehát sajnos ez iszonyatlaza. Én ezzel nem csináltam más, csak átalakítottam, és igazából nem is értem, hogy egy ilyen prémium kategóriás figurát hogy adhatnak ki, így ki. Mert ugye ez nem, nem, olyan, mint mondjuk egy gyári hiba, hogy az enyémre vonatkozik. Ez, ez valószínűleg mindegyik figuránál egy ilyen gömbcsukló van benne, és egyiknél se kellőképpen feszes, illetve egy-két átalakítás után e, gondolom én kilab, kilazul. Tehát ezt a Planet X nek nem tudom megbocsájtani. Ö, egyébként maga a lába az teljes mértékben mozgatható, amennyire kell, értelemszerűen körbeforgatható és külön mozgatható neki a lábfeje is. Hátsó lábát azt így föl lehet neki emelni, egészen ennyire, hogyha tetszik egy ilyen rasnival megoldva, illetve hát térbe hajlik körülbelül egy ennyit hogy jó, nem túl mozgatható ez a figura, de én azt hiszem az emberek többsége, aki megvásárolja ezt a terméket, nem is nagyon akarja mozgatni. Tehát ha dinoboltba teszik ki a polcára, akkor így valahogy lerakja, és igazából ennyi. Nos, fegyver csatlakozási pontok gyakorlatilag itt található a figurán, illetve a másik oldalt ugyanígy, és akkor nézzük is meg neki a fegyvereit. Van neki egy ilyen dögös szájbertoni kardja, tényleg klassz átlátszó kristály és a markolata a G1-et idézi egyébként, mert a G1-be se tudta az a figura az egészen idáig megmarkolni a kardot. Csak így idáig ezen a részen. Ezt valamiért tovább vitték nekem, ez a G1-be se tetszett. Továbbra se vagyok érte oda. És nagyjából így föl lehet rakni a figurára. A... Hát... Én, én, nem ajánlom senkinek ezt is felrakni, mert nekem abszolút nem tetszik, de hát ez a ti döntésetek. A másik fegyvere pedig, ugye ebből szintén kettő van, csak a másik a dobozba, egy ilyen klassz kis, ö, hát olyasmi, mint valami combat de abszolút futurisztikus Cybertroni fegyver. De jó lett, szerintem jót mutat. Piros rész, kis ezüst rész benne, alapjáraton meg ilyen sötétes, feketés színű amit pedig ha akarok, föltehetem ide erre az oldalra. Hát nézzétek, ha nektek tetszik, a lehetőség megvan rá. Nos, csak nem akarja ez szépen tartani magát, szerencsére négy van neki, úgyhogy megállni megáll. Akkor hasonlítsuk őt össze. Öh, hát kezdésképpen legyen mondjuk a stúdió szériás jazz. Ők ezt mutatják együtt, méretűleg rendben vannak, bár nem tudom pontosan mekkora egy Porsche egy Stegosaurushoz képest. Akkor jöjjön most az ő G1-es változata, ami megint csak a gyerekkoromból egy kellemes darab, mert ezt még anyukáméktól kaptam, tehát ahhoz képest egész jó állapotban van, pedig ezzel a figurával sokat játszottam ők így mutatnak együtt. Szerintem egyébként ők klassz volt a G1-be. Itt már nekem az nagyon tetszett ebbe a figurába, hogy nem volt áttetsző a feje. Nem volt egy ilyen uh, műrobot fej alatta. Ez már mindenképpen egy pozitívum volt a többi dinobottal szemben. Ugye még Grimlocknak volt az, hogy nem lehetett keresztül látni a fején. Nos, itt van a Power of Prime-os verzió belőle. Hát itt megcsinálták ezt a műdinó fejet. Hát ez ilyen lett. Hát figyeljetek, Valakinek ez tetszik, ez tetszik. Én ezt egy kicsit kicsinek találom, ezt a figurát. De ezt már kifejtettem a Power of Prime-os figuráknál. a, viszont akkor itt van méretben, összehasonlításképpen csapattársa, akit már korábban bemutattam, Iszap. Szerintem ők klasszul néznek ki így együtt. Legalábbis én úgy gondolom, hogy jól mutatnak. Ö, ide tenném még Salakot. Ők ezt mutatják ketten. És hogyha az egész kompániát, az eddigi bemutatott Planet X-es csapatot akarom nézni, akkor valahogy így mutatnak ők, swooppal együtt. Csak kiszapnak a hátán, ő azért nem hivatalosan utazik így, tehát ez csak az én eszement gondolatom, hogy folyamatosan fel akarom rakni a hátára. De hát egyenlőre az 5-ből 4 dinó az így néz ki együtt, ugye már csak a Grimlock hiányzik a képről. Nos, ennyit az összehasonlításról, és akkor alakítsuk is át őt. Ö, hát sajnos az átalakítását azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a figurának elrontották. Tehát átalakítás közben nagyon a megerőltetődnek a figurának a izületei, illetve a rögzítési pontok ami miatt én úgy gondolom, hogy a figurát korlátozott mennyiségben lehet átalakítani, anélkül, hogy sérülne. Még ebből a módból átalakítani robottá annyira nem nehéz, viszont a, átalakítás, a robot módból átalakítás dinomódba az, az, az veszi igazán igénybe. De hát kezdjük is el, és akkor majd közül meglátjátok, aztán eldöntitek, hogy igazán volt vagy sem. Tehát ezt is úgy kezdem, mint az összes transformers leszedem róla, amit le lehet szedni, ebben az esetben ugye a fegyverek voltak elméletileg, amit láttatok, amit bemutattam. És akkor lényegében, úgy kezdem a figura átalakítását, hogy itt megfogom ezt a piros részt, vagy itt a combjainál, meg itt a melső testét, így fölülről magának a Stegosaurusnak, és egy kicsikét így megmozgatom, körülbelül ennyire. Ö, hát érdemes a lábait arrébb tenni ilyenkor, tehát ezt már akár fölhajthatom így, és akkor nincs útba. Nos, esetlegesen még ezeket a kis szürke elemeket. Így. És itt alul van ez a melkas elem, ezt kéne innen kiugrasztani, amit kettő darab rögzítő tart. Ugye itt ez és ez. Nos, jöhet megint egy kis finomabb mozgatás neki, de tényleg óvatosan. És kiakadt, aminek ki kellett akadnia. Ugyanis itt van egy ilyen kis rögzítő kiállás. Itt ezen a részen. Ez ide a melkosába alulra kapcsolódik bele ebbe a lyukba, Amit található. A másik oldalt már nem található meg ez a Kis rögzítő kiállás, mert pont a videó előtt, mikor alakítottam át a figurát, akkor azt mondta, hogy ennyi volt, és elengedte magát, tehát sajnos ez a figura már sérült. <kül> Na de majd megnézem, hogy esetleg vissza lehet ragasztani. Haladjunk tovább minden esetre. E, akkor most pedig így óvatosan szétnyitom neki a fejét, illetve az egész felső testét. így valahogy. És hogyha ez megvan, akkor most teljesen szét kell tárni a lábait, és ez a panel, ami itt volt lent, most már így nem lesz nekünk útba. Innentől kezdve már egy kicsit bátrabban lehet, de ez egy kritikus pontja a figurának, ez a melkos panel. Ezt nem, nem tudom, miért csinálták így, de oké. Okay. Jó. Pozícionálom a lábát, hogyha úgy tetszik. Mondjuk azért ennyire még ne. És akkor következő lépés, hogy megfordítom neki a törzsénél, így, hogy előre kerüljön neki a tényeges ágyéka. És fordítunk megint egyet így a combjaim. Ez most ilyen fordítós másik oldalt, ezt megismétlem. Jó. Akkor most kinyitom ezt a kis szárnyos elemet, ami a fejét is tartalmazza, és ezt a lábát, amelyik rajta van egy ilyen kis szürke mozgó, mint egy ajtó zsanér, azt így behajtom, de úgy, hogy ez a rész ide így át hajoljon, és figyelve arra, hogy ez a kis már, már, már a kis barnás színű műanyag rögzítő, ami így ide megy, ez ne törjön el. Most pedig ennek a rögzítő kiállásnak kell ebbe a lyukba csatlakoznia. Így. És magát a Stegosaurus fejet pedig ide tudom felrögzíteni. Egyébként azok a kis csavar eltakaró műanyagok ide lettek volna valók, de én tényleg annyira nem éreztem azt, hogy ez engem ott zavarna, úgyhogy nem foglalkoztam vele. Nos, ez így és magát a dinó lábat, azt pedig kinyújtom egyenesre, és egy igazi gömbcsukló gyilkos dolog jön, most ezt a lábat kell úgy hajtani, hogy ez így neki ez lesz maga a robot talpa. Ami egyébként tök király, mert nagyon jól néz ki, és, és, örülök neki, hogy így változtattak a figura dizájnán. Csak a figurával van némi gond. Na most uh, itt van egy ilyen Dupla hajtásos ízület, egy ilyen szürke a térdénél, ezt kéne egyenesbe tenni. Így valahogy. A másikat így. Ez így már rendben van. És ezt amit áthajtottam az elején, ezt a térdvédő részt, ezt a mozgó térdvédőt, ezt most már összeélesztem a másik felével. És kész. Ár az egyik lába. <laughs> Akkor jöhet a másik fele. E, jó. Kicsit kevésbé szájba rágósan megpróbálom. Kinyitom ezt az oldalsó részt. Befordítom ezt a lábát a helyére. Áthajtom ezt a ajtózsanért, Mondom áthajtom. Mondtam nektek, hogy egy kicsit nehezen... na mindegy. Megvannak azok, ok, hogy az miért fejéredett ki egy kicsit ott a műanyag. Jó, és akkor ezt a rögzítőt ebbe a lábába rögzítem, úgyhogy közben akár be is hajthatom a dinó fejet. Úgy, ahogy a másik oldalt már mutattam, hogy ez a kiállás ide ebbe a lyukba beletaláljam. Mondom, beletaláljam. A kamerán keresztül egyébként sokszor nem olyan könnyű, így. Jó, és akkor a térdét pedig beállítom úgy, hogy ezt az izületet, ami egyébként tényleg, amikor robotból alakítjuk dinóvá, akkor egy elég kellemetlen megtalálni ezzel az izülettel, azt, hogy pont úgy álljon, hogy nekünk kell. Jó. És akkor még ezt a lábát kell szintén úgy beállítanom, ezt a lábfejet, hogy ebből egy egészséges talp legyen neki. Jó, akkor a térvédő beállít, és a figurának az alsó teste lényegében kész van. Hát meg nem fog még állni, amúgy is nehezen áll meg, mert itt van a figurának a következő gyenge pontja, hogy ez itt nem egy rasnis izület. Tehát ez így. Ezt most így képzelhetitek, hogy ezt milyen nehéz ezt a figurát úgy megállítani a polcon, hogy jól nézzen akkor ki. És jöhet neki akkor a felső teste. Ezt a merkas páncélelemet így elfordítom, egyelőre így marad. Akkor a kezeit akár meg is csinálhatom neki, de igazából ráér a végén, ráér, az, az nem, nem számít, hogy mikor. Akkor most ezt a farkat kellene neki szétnyitni, csak óvatosan. Nagyon sok tüske van rajta. Szerencsére nem olyan szúrósak, mint salaknál. De az a trükkös egyébként, hogy amikor átalakítjuk, akkor meg össze kell nyomni. És az a nehezebbik fele egyébként. Jó, hát itt mondjuk egy kis köröm nem ártana, megmondom őszintén ehhez a mutatványhoz. Sokkal-sokkal könnyebb lenne úgy megcsinálni, de azzal most nem szolgálhatok, úgyhogy ez most ilyen kis játék, Még maga ez a középső rész kijön belőle. Hát ennek a szériának ez a leggyengébb tagja, tehát én úgy gondolom, hogy a Planet X-es dinobotok közül ez az, amit újra kéne gondolni ezt a figurát, és esetlegesen újra kiadni. Tehát ez már nem egy mostani figura, úgyhogy elképzelhető. Hogy a Planet X már nem fogja kiadni valószínűleg ezt a figurát újra gondolva. Nos, így ez sikerült, szétnyílt neki a farka. Uh, akkor most már ez a felső rész függetlenné váltettől a hátsó résztől és akkor innentől kezdve már egyszerűbb, egyszerűbb lesz a dolog. Ezt a szürke onát kell majd most hajtogatnunk úgy, hogy nekünk jó legyen, illetve magát a farkát összecsomagolna a figurának, ami először is így behajtom ezt a végét neki, és utána ide behajtom. Másik oldalt ezt megismétlem, így valahogy. És azt hiszem, hogy az így a legjobb akadálymentesíteni, de felhajtani. És most ezt a szürke elemet kell így összejátszani. Hogy maga ezekből a tüskékből, tüskéket így belehessen hajtani a figura hátába egy kicsit. Így valahogy ha ez megvan, akkor itt van egy ilyen rögzítő kiállás. Erre lehajtom ezt a hátlappanelt, amin egyébként itt található ez a lyuk. Ezt kell oda hajtani. Ami különben nem gáz, csak ez itt lifeg össze-vissza nekem addig, amíg helyre nem rakom. És maga ezt a zsanéron mozgó, hogy két helyen hajtható szürke elemen található részt, ezt pedig ide a hátára kell felrakni, úgy, hogy ide erre a rögzítő kiállásra rácsatlakozik. Így. Ha viszont már a helyén van, akkor, akkor már egész jó. Közben előjött a figurának a feje is, aminek örülök, és a melkosát kell akkor még helyre igazítanunk neki illetve ezt a hasrészt, amit most kinyitottam nektek. Így. Itt van egy ilyen kis barna elem, ezt így lehajtottam. Ez a kettő taré, ez itt marad neki. Még kihajtam ezt a kis tüskét így oldalra. Ez nagyon klassz, egyébként örülök, hogy ezt így megcsinálták. A másik oldalt szintén kihajtom. És akkor még a kezei vannak neki hátra, amit így most ebbe az esetben elfordítok. Másikat szintén. Kicsit így a vállát ki lehet ilyenkor így hajtani, így hogy följebb kerüljön neki. Azt hiszem ez a maximum, igen. Jó, és az ökleit pedig innen hajtom ki. Ami nagyjából úgy néz ki kiébb. Ezt így behajtom először és utána pedig így ököt kifordítom, és lesznek egy ilyen nagyon klassz boxere a dinolából, ami tényleg jó. Ezt a másik oldalt megismétlem, így valahogy, és kész is lényegében. Hát azt mondom nektek, hogy ez egy nagyon jó figura lenne, ha nem lenne neki néhány vacakizülete, ami miatt nehezen lehet a figurát pozícionálni, és nem lenne ennyire túl bonyolítva, túl uh, komplikálva az egész figura átalakítása. És sikerült talán megállítanom. Tehát megtalálnom a balanszt. Így. De tényleg nézzetek rá, tehát baromi jól néz ki, tehát annyira hozza ő is ezt a lovagos dizájnt, ezt az egész... Uh, amit a dinóbótok képviselnek, ez a mogorva arckifejezés, vizsgáljuk is meg alaposabban. Tehát a figura mogorva arckifejezésénél tartottam. Ö, tehát klassz, szerintem nagyon jó az arca, nagyon jól sikerült a sisakja. Magát a g ugye ö, fekete színű sisak, ezüst színű résszel, kék kristály szemelem, vagy műanyag elem ami végülis átüt valamennyire a fényben így most annyira nem látszik. Ö, a Melkasa, a G1-es piros dizájnt idézi, itt egy nagyon klassz toyhexes autóbot jelmatrica, illetve hát ebben a módban a nagyobb új tonság matricában nem keveredett neki elő, én úgy gondolom, még azt nézem, hogy esetleg így, de nem, így sem nagyon látszik, hogy Hát így azért van, még látszik, hogy világít a szemem. Hátulról ezt mutatja a figura, ami nem rossz. Én úgy gondolom, hogy nem rossz, amit így nekünk ad mint robotmód, mint uh, Stegosaurus módba. Hát uh, ezek a áttetsző műanyagból készült tüskék rajta, annyira feldobják, annyira klassz lehet, hogy nem egy ilyen aranyszínű tüskéket kapott. Uh, maga a figurának ugye a térdén is, ez még akár harcra is jó lehet, hogyha valakit ezzel megtérdel. el, klassz egyébként ez a felső része a térdvédőnek. Hát uh, mozgassuk meg a figurát, én azt mondom, fejét azt Teljesen körbe lehet tekerni, csak itt a tarajak miatt, ezek miatt, a tüskék miatt egy kicsit nehezebb. Klassz, hogy a karját így egészen föl lehet emelni, enged ennyit. Körbe lehet teljesen fordítani, már amennyire ez a hátsó elem engedi. Könnyékbe ennyire hajlik, én úgy gondolom, hogy elég. A csuklóját nem lehet neki körbeforgatni, de az engem nem zavar. A másik karjával ugyanez a helyzet, a derekát teljesen körbe lehet fordítani. Úgy gondolom, hogy ez is jó. A spárga, itt benne van a rasni, tehát itt belerakták, az ennyire megy neki. Hát előre ennyire, hátra ennyire, már ha úgy marad. Úgyhogy igen, kicsit zavar vagyok ez miatt a figura miatt, mert hát nagyon szeretném, ha mindegyik Planet X-es jó lenne, és ő is mocskosul jól néz ki, de hát látjátok, hogy mivel a probléma. Azt hiszem már eleget bántottam miatta. Itt van neki a kardja, amit egyébként ide is föl lehet rögzíteni a szombjára, ami nagyon klassz, hogy erre is gondoltak, mert a többi dinobotnál is van egy ilyen rögzítő, talán csak swoopnak nincs. Valahogy így ilyen szamurályosan föl lehet neki rakni az övére, illetve a kezébe is fele lehet neki rakni. Csak könnyebb lenne, hogyha nem kéne közben fognom a figurát. De teljesen jól belehet ezzel is a figurát állítani, én úgy gondolom, ezzel a karddal. És ezt mondtam, hogy én nem tudja teljesen a tövéig megfogni, de ez a G1-esnél is így volt. És akkor a puskáját is a kezébe teszem neki. Ami igazából szerintem egy kétkezes fegyver. De nem gáz. Így egy kézzel is. Végülis ez egy elég robosztus karakter. Csak a lába legyen neki megfelelően beállítva. Jó. Akkor szerintem hasonlítsuk is őt össze a többi, többi alakváltóval. Akkor így néz ki a Planet X-es acsargó a G1-es acsargó mellett. És akkor jöjjön Studio 86 széria Jazz. Ők így mutatnak együtt. Aztán pedig a Power of Prime. Most a csargó. Akik így mutatnak együtt. Ő egyébként eléggé hasonlít a G1-es megfelelőre. De hát sajnos méretben szerintem ez egy kicsi, egy Dinobothoz képest. És ha már Dinobot, akkor nézzük meg a társaival is. Iszappal aki a csapatba talán a legnagyobb illetve mindenképpen a legerősebb illetve salakkal ők így mutatnak együtt nagyon klasszul néz ki ez a banda egyébként ez is minden hibája ellenére mocskosul jól néz ki ez a figura tehát amíg egy helybe kell állni, addig nincs vele baj, és akkor itt van roham, vagy swap, vagy swap, ők így mutatnak egyelőre a kompánia. Így. Hát klassz ez a csapat, én úgy gondolom, hogy jól néznek ki így együtt minden esetre. Nos, ennyit az összehasonlításról. És akkor most, hogy végeztünk az összehasonlítással, összegezzük, nézzük a pozitív és a negatív tulajdonságait a figurának, hogy az alapján mi is a vélemény, milyen eredmény születik, hogy őt megérje megvenni, vagy nem, tehát összegezzünk. Tehát összességében nézve, most ez egy nagyon szép figura, ami igazából tényleg, ami tényleg klassz jól mutat a polcon, de csak gyűjtőknek tudom ajánlani, a zülete miatt játékra nem ajánlom, tehát abszolút szerintem arra alkalmatlan, így is nehéz pozícionálni a polcon a figurát, ezt igazából másnál is láttam külföldi videósoknál, hogy ők is nehezményezték az izületeit, plusz az átalakítása is egyébként igen macerás a többi figurához képest. Hát külföldről lehet csak beszerezni, az hára pedig 30-40 ezer forint körül mozog, akkor most nézzük, mit illik tudni a csargóról. Frakciója, autóbot, osztag, dinóbot, rendeltetése, sivatagi harcos jellemzése. A csargó egy magának való alak, csendes és nem szereti a társaságot, még a többi dinobottal is távolság tartó, csak harc közben szokott felengedni, ilyenkor mosolyog, jókedvű, még viccelődni is szokott. Képességei, hát ő, mint a többi dinobot, jól bánik a karddal és a lőfegyverekkel, és különleges képessége a hátán található tüskék, amik valójában napenergia energia felvevők, így igazából napos időben nincs neki szüksége energonra, illetve fel tudja magát tölteni napos idő alatt. Szerintem ez klassz, és ez mindenképpen egyedi a többi dinobottal szemben. És ezzel végére is értünk ennek a videómnak. Ha tetszett, jutalmazzátok egy like megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és várlak titeket a csatorna Instagramján, és link a videó alatt található leírásban. Köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket, sziasztok!